Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Kressz TV csatornáján, Pető Attila vagyok, a Kressz professzor. Ez most egy rendhagyó bejelentkezés lesz, hiszen kaptam egy megtisztelő feladatot. Bár ez most nekem se könnyű. A 9. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon lesz egy film, amely valamennyiünket érint. Azokra gondolok, akik a közlekedés résztvevői, aki járművekkel, vagy gyalogosan, az utakon közlekednek. Mondok egy számot. 522. Magyarországon 2022-ben 460 halálos közlekedési baleset történt, ahol 522 ember hunyt el. Szörnyű ez a szám. Az Örökre szóló pillanat című film olyan embereket mutat be, akik halálos baleseteket okoztak. Idézek a film bevezetőjéből. Csak egész kis időre akartuk kipróbálni, hogy mire képes az új autó alattunk. Csak kivételesen akartuk átlépni a sebességhatárt, hogy odaérjünk egy fontos találkozóra. Csak egyetlen lassan haladó kamiont akartunk megelőzni, mert már az idegeinkre ment a cammogás. Évente több ezer alkalommal ilyen, és ehhez hasonló csakok forgatnak fel fenekestül egész életeket. A film 5 egykor halálos balesetet okozó sofőr személyes példáján mutatja be, hogy lehet együtt élni az életre szóló bűntudattal, és hogy lehet azt a megelőzés szolgálatába állni. Ahogy ezt olvasom, nagyon megrázóak a gondolatok. Ugyanakkor naponta tapasztalom a közlekedésben a felelőtlenséget, a túl gyorsan hajtást, a megleckésztető magatartást, vagy gondolok itt a büntető fékezésre. Az utakon való közlekedés olyan, mint egy nagy játszótér, és a játszótéren is igazán fontos betartani a játékszabályokat. Ezért invitállak titeket erre a filmbeputatóra, hogy tanuljatok ebből, lássatok egy jó példát, hogy hogyan lehet megelőzni majd a későbbiekben ezeket a baleseteket. A Dokumentumfilm Fesztivál január 21 és 29 között zajlik a Mamut Moziában. Én elsősorban január 28-án 15 órára invitálak titeket a Mamut Moziba, hiszen itt lesz a film bemutatója, és a 85 perces bejátszás után személyesen velem beszélgethettek majd a közlekedés helyzeteiről, problémáiról, elmondhatjátok a meglátásaitokat, úgyhogy gyertek, várok mindenkit szeretettel, még egyszer szombaton 3 órára. Minden további információt, illetve a film előzetesét itt a leírásban megtekinthetitek. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel.